A vasasszonyfát idegenben legyőzték a nyíregyházi tekézők, akik így bízhattak abban, hogy hazai környezetben az újonc ellen matematikailag is bebiztosíthatják a bennmaradást. Az első sorban Szlovenszky Tibor mellé ezúttal Hakker Dezsőt nevezte a házigazda, remélve, hogy 2-0-ás kezdéssel indíthatják a mérkőzést. Utóbbi játékos 4 fával alulmaradt riválisával szemben, így nem szerzett csapatpontot, a legrutinosabb nyíregyházi játékos viszont 626 fát ütve hozta a kötelezőt. Az utóbbi időben jobb formában voltam, tehát mindig benne van a játékomban a 600-as eredmény. Az, hogy most ez 626 vagy 600, az akkor dől el, tehát az napi teljesítmény alapján. A középső sorban Ráski János jó utolsó dobásainak köszönhetően megszerezte a csapatpontot, Mogyorósi Péter viszont nem bírt ellenfelével, így a döntés az utolsó körre maradt. Pastula Zsolti a élet egyik legjobb, hanem a legjobb teljesítményét nyújtotta most ezen a mérkőzésen, főleg az utolsó pályán egy 160-as eredmény gurított, és ezzel nagy meglepetésre legyőzte a válogatott kerettagsággal bíró Molnárpalit, úgyhogy ez nagyon fontos pontszerzés volt, míg mellette nekem is jól sikerült a kezdés, azonban én is gödölbe kerültem, és majdnem ott libegtünk, hogy el fog menni a mérkőzés, azonban mivel Zsoltinak az utolsó szettjébe sikerült maga javára fordítani azt a párharcot is, utána már csak stúzpoén volt az, hogy nekem is az utolsó pályán egy fával sikerült győznöm, és így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban diadalmoskodni tudtunk. A nyíregyházi csapat győzelmével meghosszabbította a szuperligás tagságát. A bajnokság vége előtt 2 fordulóval már az is biztos, hogy a Szeged megvédte elsőségét. A jelenleg 9. helyen álló NTK-ra, míg a Ferencváros elleni idegenbeli és az erőműes elleni hazai mérkőzés vár a szezonban.